Tojással és tárogató szóval ünnepelték a húsvétot az albertfalvi idősek. A Kenderes Idősek Klubjában összegyűlt tagokat Hoffmann Tamás polgármester köszöntötte, és a hagyományoknak megfelelően kerületi iskolások által készített tojásokkal lepte meg. Itt a Kenderes Idősek Klubjában ma tartjuk a húsvéti ünnepségünket. Jellemző, hogy itt a klubban minden nagyobb eseményt megünneplünk. Így van most ez a húsvéttal is. Ez nem csak a mai nappal teljesedik ki, hanem már előtte lévő héten is készülnek a klubtagok, tojást festenek, süteményt sütnek, történeteket mondnak el, hogy fiatal korukban a húsvét hogy zajlott, ennek hagyománya van itt a klubban. Jellemzően két héttel előtte már elkezdünk rá készülni, mindenféle húsvéttal kapcsolatos dolgot készítenek, illetve vannak olyan foglalkozások, ami nem kézműves jellegű, hanem inkább ilyen saját élményen alapuló beszámolók, illetve történetekről szól. Az itt dolgozó kollégák is próbálnak utána nézni, mik azok a régi dolgok, illetve az új technológia, ami esetleg húsvéttel kapcsolatban összeköthető. Idén például Céklalébe történt a hagyomány tőrizve a tojásfestés. Ahogy arról múlt héten beszámoltunk, a kerületi kisiskolások több intézményben festettek tojásokat az idősek megajándékozására. Köszöntője után ezekből adott át egy kosárra valót Hoffmann Tamás a tagoknak. Sőt, meglepetés vendégként a húsvéti nyuszi ifjú képviselője is ajándékokkal kedveskedett az összegyűlteknek. A polgármesteri köszöntő után az egyik rangidős klubtag beszéde következett, majd Matus Mihály tárogató és Pán Síp művész szórakoztatta az egybegyűlteket.